A vetélkedő két részből állt. Elsőként a csapatok egy 10 perces prezentációval készültek, ami az Európai Parlamentet mutatta be, különös tekintettel a májusi európai parlamenti választásokra. Ezt követően az unióval, az uniós intézményekkel kapcsolatos tudásukról adtak számot a versenyzők. A háromfős csapatok versengését az egri Dobó István gimnázium diákjai nyerték, a szintén egri Neumann előtt. 2011-ben álltunk először össze a For Europe akkori versenyére. Azt meg is nyertük, akkor elsők lettünk, és kijutottunk Brüsszelbe. Aztán tavaly is indultunk ez ugyanezen a versenyen, de ez nem sikerült. Most pedig ugyancsak indultunk ebben az évben is, de most csak hatodikok lettünk az országban. De ez is egy elég jó eredmény ahhoz képest. Ez most egyedi csapat összeállítás volt, mert nincs olyan másik verseny, ami mindenkit érdekelt volna, de a következő Európai Uniós versenyeken is így fogunk indulni, viszont rengeteg fajta versenyen indulunk, szilveszter főleg informatikai versenyeken, én inkább ilyen marketing versenyeken, meg média, engem az érdekel, Máté pedig nyelvversenyeken, meg én is spanyol és angol versenyeken. A Luzsi Anna, Luzsi Kata, Tóth Kata összetételű dobós csapat a felkészítő tanárral, dr. Veresné Kis Krisztinával közösen áprilisban az Európai Parlament székhelyére, Strasbourgba látogathat.